Megtelt a Nyíregyházi Egyetem Kodály terme ma délelőtt, a megye középiskoláiból szép számban érkeztek diákok az egyetem nyílt napjára. Ha jobban szétnézek, én itt már nem is középiskolásokat látok, hanem a jövő tanárait, mérnökeit, biológusait is sorolhatnám tovább. Kik érdeklődés szerint majd szétnézhet, hogy milyen szakot választhat. Az egyetemi nyílt napon a diákok bepillantást nyerhettek az induló képzésekbe, tájékoztatást kaphattak a jelentkezéssel, felvételivel kapcsolatban, órákat látogathattak és megismerhették, mi az előnye a duális képzésnek. A diákok informálására minden intézet külön standot állított, itt várták az érdeklődőket. Debrecenből érkeztem, a Megyesi Ferenc gimnáziumból. Hallottam, hogy a Nyíregyházi Egyetem most már egyetemi rangra emelkedett, és hallottam így ismerősöktől, hogy van nyílt nap, és eljöttem, mert nagyon érdekel a testnevelés szakirány is, és sok jót mondtak itt körbe, és körül szeretnék nézni, hogy mivel szolgál ez az egyetem. Az egyetemen elindult a felvételi kampány, 19 alapszakra várják a leendő elsőéveseket. Az intézménynek közel 4000 hallgatója van, szeretnék, ha a következő tanévben elérné a 2000-et az első helyes jelentkezők száma. Nem szeretnék külön szakokat kiemelni, de a tanárképzés az továbbra is domináns, és az országos felmérések évről évre azt mutatják, hogy a Nyíregyházi Egyetem, korábban a Nyíregyházi Főiskola a magyarországi pedagógus képzésnek az élvonalában van, és rendre az elsők szoktunk lenni abban a háttérben, abban a oktatói gárdában, amely fontos a tanárképzésnél. Az érdeklődő diákok között voltak, akik már eldöntötték, hogy az egyetemre jelentkeznek. Igazából azért jöttem ide, hogy a tanító képzőt megnézzem, a csecsemő és kisgyermeknevelést. Nagyon érdekelnek ezek a szakok, és mindenféleképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert úgy, hát én nagyon szeretem őket. A Nyíregyházi Egyetemen lesznek új képzési területek is, a felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg, amelyben minden szakról részletesen tájékozódhatnak a februárban jelentkezők.